Földcsúszamlás, elárasztott közutak és udvarok. Kárpátalja számos településén okozott károkat a hétvégén a komoly esőzések következtében kialakult áradás. A rendkívüli helyzetek állami szolgálata közel egy tucat háztartáshoz kapott riasztást. Itt az udvarokat és pincéket elárasztó vizet kellett kiszivattyúzni. A katasztrófavédelem megyei részlege szóvivőjének közlése szerint a Técsői járásban jelenleg is több háztartás el van árasztva. A Beregszászi és Huszti járásban közel 700 hektárnyi mezőgazdasági földet öntött el a víz. Néhány helyen a közutak és a gázvezetékek is megrongálódtak. Спостерігаються переливи води на двох автошляхах місцевого значення. Це автошлях Великі Кам'яти-Шаланки. Két közúti szakaszon is elárasztotta a víz az úttestet. A Nagykomját-Salánk, illetve a Tiszaágtelek Kisgeüt szakaszon. Ezeken a szakaszokon korlátozott a forgalom. A Técsői járásban 9 település maradt gázellátás nélkül. Ennek oka az, hogy a kökényes településen található magas nyomású gázvezetékre rádölt egy fa, illetve mert Tarackköznél jelentősen megemelkedett a folyó vízszintje. A gázszolgáltató folyamatosan dolgozik a gázellátás visszaállításán. Az Ungvári járásban Ókemence településen megrongálódott egy gyalogos híd. Ennek helyreállítása szintén folyamatban van. A meghibásodást okozó fát kiemelték a folyóból. Ezen a szakaszon a nap folyamán búvárok fognak dolgozni, akik az árral lesodródó fákat fogják eltávolítani a mederből, hogy azok ne okozzanak kárt a többi hídban. A Gyertyán-ligeti Szórvány Magyarság 4 év után újra megtartotta hagyományos farsangi rendezvényét. A program a helyi KMKS alapszervezet rendezésében valósult meg, amellyel a közösség fiataljai számára szerettek volna a mostani nehéz idők ellenére kikapcsolódási lehetőséget biztosítani. Idén is kulturális műsorokkal, fánkkal várták az érdeklődőket, azonban a hagyományostól eltérően a bált az országban kialakult okok miatt nem tartották meg. Ejben István helyi KMKS alapszervezeti elnök elmondása szerint az elmúlt 20 évben a farsangi mulatság elengedhetetlen kulturális programja volt a helyi magyarságnak, hiszen ez egyike azon rendezvényeknek, ahol a helyi magyar közösség találkozhat, együtt lehet. Anno ezelőtt még vagy 20 éve, hogy én munkával kerültem ide az óvodába, akkor támadt igazából ez az ötlet, és akkor szépen így évről évre hagyománya vált, így Gyertyán-ligeten. Nekem az a véleményem, hogy ez jó. Össze tudunk gyűlni, elbeszélgetünk, mulatunk egy jót. Most meg az a helyzet, hogy régen az másképp volt, már idősebbek itt maradtak, táncház minden volt, igen, az persze, hogy el fog maradni már, ilyen a helyzet. 4 éve ezelőtt volt az utolsó, 2020-ban, akkor is nagyszabású rendezvényt csináltunk. 4 éve szünetet, vírus, járvány, mit tudom én, mindenféle volt, közbejöttek dolgok, háború, ide meg megdöntöttük, hogy akkor szépen meg tudjuk ünnepelni. A farsangi eseményen a helyi vasárnapi iskola növendékei, valamint a Frangepán Katalin óvoda növendékei léptek fel. A gyerekek verset mondtak, énekeltek és különböző jelmezeket is öltöttek a farsang alkalmából. Sari József szerint kiemelt jelentősége van a helyi programoknak, amelyekre fontos figyelmet fordítani, hiszen most érezhetjük igazán, mennyire szükségünk van egymásra. Ezek a programok azért szükségesek, egyrészt mert a gyerekeket is megmozgatjuk, a gyerekek felkészülnek, és nekem különösen tetszett az, hogy ezeket a verseket úgy mondták el, hogy nem kellett súgom nekik. És ez nagyon fontos. Nekik is elmondtam, hogy ha pódiumra állnak, akkor azt bizony meg kell tanulni. Fontos ez a szülőknek is, fontos a közösségnek, és most érezzük, érezhetjük, hogy mennyire szükség van egymásra. Mennyire szükség van arra, hogy meglátogassuk egymást, hogy eljöjjünk egymáshoz, és örüljünk, együtt örüljünk az itteni közösséggel azoknak az eredményeknek, amit létrehoztak. Én remélem, hogy ennek folytatása lesz, remélem, hogy felfedezzük egymást, és remélem, hogy itt Gyertyán-ligeten találkozni fogunk. És az autentikus népzenét és néptáncot elhozzuk ide, és valamit kezdünk, hogy ezt elsajátítsák. Musztétás! Jól mondtam, musztétás!
Az eseményen a jelmezbe öltözött gyerekeket három fős zsűri értékelte. Kiemelt szempontként vették figyelembe az ötletes, általuk készített kosztümöket. A zsűri értékelése alapján a Katolikus Karitas felajánlásával az első három helyezett értékes ajándékban részesült. A gyerekek nagyon szépen boldog, nagyon megtetszett nekem, elmondtak szépen, énekeltek is a versenyeket, nem felejtettek el semmit, ez nagyon gyönyörű volt. És a maszkal kezdés a gyönyörű volt, nagyon nehéz volt kiválasztatni, mert tudom, hogy mindegyik gyerek akarok megnyerni, de mégis a három gyereket csak kellett a mindegyik csoportot kiválasztatni. De néztük az, hogy a gyerek legyen hasonló ahhoz, akiben átöltözött, és magában, amit tudott csinálni, nem, hogy csak bevásároltam, vagy a boltba, vagy hogy magamat csinálta a gyerek, hogy az anyuk segítettek, vartak azt a ruhát, mindig erre néztük, és mondom, hogy mindenkinek jó volt. Az alkalmat jótékonysági céllal szervezték meg, ahol a közösség tagjának, a jelenleg fronton szolgáló Tuser József családjának gyűjtötték a felajánlásokat. A program végén a farsangifánk sem maradt el.